Ez tehát a ma esti kínálat, tartsanak velünk az este folyamán, és tekintsék meg a Vásárhelyi magazint. Első témánkhoz érkezett vendégnek ide a stúdióba Vajcs Zoltán műszaki menedzser. Jó estét kívánok, szervusz, köszöntelek itt a Vásárhelyi Televízió stúdiójában. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Témánk tehát a Hódmezővásárhelyi kistérség közösségi közlekedésének fejlesztési lehetőségei. Ezzel kapcsolatban a napokban rendeztek egy konferenciát a Városházán. Miről is van itt szó tulajdonképpen, milyen fejlesztési lehetőségekről? Jó, szervusz! Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Hát a közösségi közlekedés az magyarul végül is a tömegközlekedésnek nevezzük magyarosan. Ennek a lényege, hogy a meglévő autóbusz megállóhelyek, esetleges autóbusz pályaudvarok, ezeknek informatikai egyéb fejlesztésére írtak ki pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, és ez késztette arra a Vásárhelyi kistérséget is többek között a délalföldi régióban más kistérségekkel együtt, hogy erre egy összefogva egy pályázatot nyújtson be. Mely települések érintettek ebben? A Vásárhelyi kistérség minden négy települése érintett, tehát Hódmezővásárhely, Mártén, Mincen, Székutas, és a szempont az volt, hogy egyrészt a Mincen-Márté-Vásárhely, illetően a 45-21 jelölt, tehát a Szentes-Hódmezővásárhely összekötő út mentén meglévő autóbusz megállóhelyek felújításra kerüljenek, másrészt Székutas belterületén, amik meglévő autóbusz megállóhelyek kerüljenek felújításra, és Hódmezővásárhelyen ezen kívül, ami az egyes autóbusz vonalát érinti, ezen mindegyik megállóhely felújításra kerül. Tehát tulajdonképpen olyan autóbusz vonalak, amelyek meglehetősen forgalmasak, tehát amelyet nagyon sokan használnak, hogyha jól tudom. Igen, ez a pályázatnak egy feltétele is volt, hogy a Tiszavolánnal közösen egy utasforgalom számlálást kellett végezni, és ebből is bizonyítani kellett, hogy tényleg a kihasznált vonalakon kerülnek a megállóhelyek felújításra. Hol tart most ez a pályázat? Tehát mikor adtátok be, mikor készült el ez a pályázat? Tavaly március 6-án döntött úgy a kistérség, hogy beadja ezt a pályázatot. Tavaly március 19-én adtuk be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, mint közreműködő szervezethez. Az ügynökség május 6-án fogadta be a pályázatot bizonyos hiánypótlásokat követően, és a döntéshozatalra augusztus 28-án került sor. Ezt követően a támogatási szerződésnek az előkészítése folyt, melyet január 31-én írtak alá a felek. Meg is tudunk majd mutatni néhány olyan buszmegállót, amely felújításra kerül itt Vásárhelyen, illetve a már említett Vásárhely-Márté-Mincent útvonalon. Mekkora volumenű ez a beruházás? Hát a beruházáshoz költség az egy bruttó 211 millió forint, és ennek a 90%-át támogatja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, tehát egy 10%-os önerővel valósulnak meg ezek a létesítmények. Mennyire nehéz ezeket az új buszmegállókat megvalósítani? Hát különösebben nem nehéz. Nyilván voltak feltételek, hogy a szabványok szerinti peronszigetek készüljenek el, akadálymentesítve legyenek, lehetőség szerint, ahol lehet fedett váróval, egységes fedett váróval kerüljenek ellátásra. Itt inkább a bonyolultabb az magának az autóbusz felállóhelynek úgynevezett bazalt betonpálya szerkezetet építünk, aminek most ez a nagy meleg, ez nem nagyon kedvez. Van-e olyan hely vagy helyszín, ahol új buszmegálló is kerül kialakításra? Igen, Hódmezővásárhelyen, a Mester utca, Sós Imre utca csomópontnál ott kerül sor egy új megállóhely pár kialakítására, ott eddig nem volt, illetve az emlékpontnál lesz egy új megállóhely az András és a Kaszap utca között. Ezt azt hiszem, hogy meg is tudjuk mutatni ezt a csomópontot, hiszen hoztál ide egy, nem is tudom pontosan, hogy milyennek a rajznak a forgalomtechnikai helyszín. Forgalomtechnikai. Nézzük csak meg ezt, azt hiszem, hogy ezt meg tudjuk mutatni. Tehát ez az emlékpontnál lévő kereszteződés. Igen, ez egy meglévő, most jelzőlámpával nélküli szabályozatlan csomópont, és itt elég problémás mind a kerékpárosok, mind a gyalogosok átkelése, mint tudjuk a 47-es átkelési szakasza húzódik erre, és ezért úgy döntöttek a Városházán, hogy ezt egy jelzőlámpás csomópont formájában kívánják szabályozni, és így mind a három csomóponti ágon, mint látható, balra kanyarodó sávok is kialakításra kerülnek, illetve a mostani Andrássy út, Kaszap utcai csomópontban a kerékpáros átvezetés is szabályozottá válik. Mekkora változást jelent majd ez a forgalomban, a közlekedésben? Hát szabályozottabb lesz, meg nyilván ez a mostani 47-es intenzív áthaladás, ez csökkenni fog, mert nyilván, hogy az Andrássy utcából is ki lehessen kanyarodni.
tehát három ágon jelzőlámpával fog szabályozódni. Milyen buszmegállók kerülnek kialakításra, erről tudunk-e valamit mondani? Tehát igen, lesz-e valami különbség mondjuk a településeken, az egyes településeken kialakított buszmegállók között? Hát mondjuk magában a pályaszerkezete nem, mert mindenhol vagy a bazaltbeton lesz, ami az autóbusznak a felállóhelye, illetve a járdakapcsolatok és a peronszigetek azok díszburkolattal kerülnek ellátásra. A fedett várók a kapcsolatban az településenként más lesz. Tehát mindszenten egy fa és üvegszerkezetű vegyes váró lesz, Hódmezővásárhelyen az úgynevezett almarendes, amik már most is vannak a városban, de ezek egységesítve lesznek. Mártéon a település jellegéhez képest fa típusú váró lesz, illetve Székutason, amik már most is üzemelnek a 47-es főút mellett, hasonlóak kerülnek elhelyezésre. Hol tart most ez a beruházás, hiszen néhány buszmegállónál már lehet látni, hogy dolgoznak? Igen, igen. Tehát a közbeszerzési eljárást azt a tavasz folyamán a kistérség lefolytatta, ez egy nyílt közbeszerzési eljárás volt, ennek a győztese a Közgép Zrt. Lett. Július elején adtuk át a munkaterületet. Most jelenleg Vásárhelyen és Székutason folynak munkák. Vásárhelyen a Jókai utcán, illetve a Szent László Mester utcán már látszódnak, illetve valahol már a bazaltbeton és a díszburkolat is elhelyezésre került, illetve a Szántó Kovács János utcán kezdték el a megállóhelyeknek a felújítását. Mikorra fejeződik be ez a munkálat? Remények szerint Vásárhelyen és Székutason szeptember végére kész lesz a vállalkozó, Mincent Márté tekintetében, illetve ott a külterületi szakaszokon is a megállóhelyek rendezésre kerülnek október vége. Minden bizonnyal nagy könnyebbséget, nagy segítséget jelent majd ez azoknak, akik busszal járnak, hiszen mégiscsak egy fedett buszmegállóhelyen várakozhatnak. Hát igen, egy kulturált elhelyezésű várólhelyek kerülnek kialakításra, minden megállóba egy egységes utastájékoztatási rendszer kerül elhelyezésre, térképpel, tehát be tudják azonosítani, hol vannak kistérségi városok.